Tisztelt közönség, hölgyeim és uraim! Talán kettőnkön kívül nincs senki már a magyar költészetben, aki a Pajtás úttörő újságban jelent meg először. Tőzsér Árpád 12 éves kori Tábortűz című versét említi, én 10 évesen biztatót írtam elképzelhető színvonalon. Mégis a költő megnyilvánulás, mégis első költői megnyilvánulásaink voltak az olvasó felé. Határozottabb, életre szólóbb párhuzamosságunk a faluvégi és az erdei természetélmény különlegessége, hányódásaink az albérleti otthontalanságban, Pozsonyban, Budapesten, kollégám korai és rendszeres megjelenése arra val, hogy a költészetben képzelt el a jövőjét, a kiemelkedést, a szabadabb cselekvést, s később meggyőződött arról, csak a tehetség és az álhatatosság árán a tájékozódás és a követés ihletett kalandjaival lehet a célját elérni. Első három kötetében hasonló tartalmakat fejezett ki a verseivel Tőzsér Árpád, mint bármely magyarországi fiatal költő, ahogy magyar nemzetisége, az anyanyelv, szülő, család, falu, a táj készen állt költészetéhez. De mégsem lehet ezt ilyen egyszerűen kijelenteni, ha a diák az anyaországban tanuló szlovákiai magyar gyerek volt, útlevél nélkül szögdösött haza vakációkra, és mikor elkapták, megkapta a maguk eszik meg Magyarországot, mint egy örökké sajgó pofont, mint a maga az anyaország ütötte volna meg. Rádöbbent a kétszeres kisebbségi sorsra, a kitelepítések kiszolgáltatott közösségére, ahogy a senki földjén állhatna élete végéig. És mikor már visszaadták a szlovákiai magyar iskolákat 1950-ben, Rimaszombatban, Komáromban, Pozsonyban, Nyitrán, a hazai kisebbségbe kellett a sorsát tudomásul vennie. Megtudhatta, hányféle változata lehet a nemzetiségi frusztrációnak, amely először a tökéletlen nyelvismeret miatt aláz meg, ugyanakkor rákényszeríti az ártatlan ifjút a gyanakvásra, a talentumot a védekezésre, végül is az igazság költészetére. Hosszú és keserves volt az útja odáig, mikor már el kellett ismerni az akkor még hagyományos formában szólaló tehetséget. Én legújabb válogatását az erről, az Euforbosról beszélek című gyűjteményt az 1963-2012 közötti 50 év összegyűjtött verseit tartom születési laudációm alapjának. Onnan folytatom ezt a köszöntőt, mikor egy teljesen más, előzményekkel alig sejtetett költészettel lepte meg olvasóit és az irodalom közegét. A 70-es évek nagyobbik felének írói útkeresése, a mámoros ismeretgyarapítás, átgondolások és eszégyakorlatok után a belső szabadság kiküzdésével a pálya egyenesbe fordult. Arról volt szó, hogy nem lehet már írni az eddigi módon, de nem az avantgárd, neoavantgárd, posztmodern irányzatokat látta követhetőnek,
bármilyen rokonságot is mutat velük, mert mindegyik csak a rész, a részlet, a töredék művészete, inkább T.S. Eliot, Ezra Pound lírai egyetemessége lett a példája. Míg okos és empatikus tanulmányokkal gyarapodnak szellemi lehetőségei, térben is nagy távolságokat jár be, az argentin Borgestől a szovjet Jurij Lotmanig, s míg a nyitrai főiskolán régi magyar irodalmat tanít, partnereket keres a rokon szemléletű magyar nemzedék társaiban. Még irigységét is bevallja, úgymond, a féltékenység zöld szeme vizslatja Prága, Varsó és Párizs költői iskoláit, miközben megfogalmazza őket magának. Orbán Ottó, Tolnai Ottó, Tandori Dezső, Oravec Imre, Szilágyi Domokos a magyar költészetben és a Közép-Európa lényegét magukban hordozó Vladimir Holán, Zbigniew Herbert, Vaszkó Popa ébresztik a saját nemzetiségi nyomorúságára. Közössége a régi állapotokat konzerválja, s úgy hiszi, ebből Közép-Európa, mint kulturális egység és lírai szemlélet és gyakorlat emelhet ki. Különösen a szlovákiai magyar irodalomból, ahol szerinte olyan alacsony a mérce, hogy nem csak a nyelvhelyességi, de még a helyesírási hibák is jellemzőek. Ő a népi származék, iparosok és pásztorok utódaként az ijjési népiséget, a Nagy Lászlói Juhász Ferenci tradícióváltó lírai forradalmat kimerítve közeledett a Nemes Nagy Ágnesi tárgyiasult személytelenség programjához, mégis olyan népi tartalmú, urbánus szellemet és módszert keresett, amelyben mégsem tagadhatja meg eredetét, mint Oravec Imre sem, aki szerinte urbánus verset csinált a nehéz szalmaszakból. És Orbán Ottó példájára figyelve csodálta, hogy a vers kemencéjében nemzedékünk közhelyei nehéz fémmé tömörülnek. Ahogy Orbán kitenyésztett egy mikroorganizmust a népnemzeti egysejtűek, én ide egy kérdőjelet tettem, és az avantgárd posztmodern többsejtűek közti térben. Tőzsér Árpád ennek a lehetőségét a közép-európai szellemiségben találta meg, s hogy érvékelhetően konkrét legyen a megfoghatatlan, kitalálta Mitter Armin költőt, a köztest, a közepet jelentő vezeték és a germán eredetű utónévvel, akiben 5-6 közép-európai fajta vére egyesül, és sokkal több közép-európai író reflexei. Sorsa és gondolatai keverednek. Ez a kitalált, ismerős tulajdonságokkal felruházott személy, valami lételen tudatú vers nélküli költő, maga a látszat, mégis a kifejezés lehetősége. Ebbe a virtuális irodalmi személyességbe a szlovákiai magyar költő képes testéből kivetkőzve belépni, Mittel úr emlékezettébe mentve át saját emlékeit, a látszatot veszi realitásnak, mint Platón barlangja árnyait, és az érzékekben létező szubjektív tudat Berkeley féle szolipszizmusát. Tőzsér Árpád így idegeníti el magától a verset egy látszatvilágba, hogy a lényeg kimondható lehessen.
a megtört szuverenitás, a nemzetiségi, kisebbségi sors és a szellemi elnyomás csikarta ki a közép-európai költő megjelenését. Tőzsér Árpád is ott van a mindenkori közép-európai között, már Mittel Ármin emlékével, azzal, aki után egy egészen más költőnt veszünk tudomásul a magyar költészetben, aki helyet biztosított magának a világlíra terített asztalánál. Nem hallottam még említeni, de Balassi Bálint is így tette magáévá a korabeli líra gyümölcseit, aztán Csokonai, mint valami éhes nagyétkű posztmodern kebelezte be az idegen írásokat, s ha nem is nevezték azokat vendégszövegeknek, amit természetesen fogadtak. Tőzsér áll vendégszövegeket is használ, például mikor Juvenalis nevében beszél, mikor a görög-római mitológia félreeső részeiből vagy kitalált eseményeiből teremti újjá azt, amit korunk mitosza is, mert a dolgok és az ember mi voltának jegyei alig változnak. A trójai háború idején élt Euforbosz lehetne egy mai költő változata, aki mindig másba van jelen, s más tehetségével vegyülve jeles dolgokra is képes. Erről az Euforbosról beszélik, hogy a lélekvándorlás hitét is ő csempészte be Hellászba, Ázsiából, s ő maga is később Pitagórászban öltött újra testet, írja. Ezen a néven meg is jelenik az Augustus elleni összeesküvésben, mert ő az, aki Odüsszeusztól Szép Ernőig bárki lehet, és Tőzsér Árpád mindenképpen. Ezek a szerepek kaput nyílnak, nyitnak a jelenből az időn kívüli utazásra, ugyanakkor a jelen megértésének kulcsát adják. A Finnegan halála egy széttépett családi csoportkép újra álmodását rekonstruálja. Zbigniew Herbert szavaival mondja a nemzetről: fellázadtam, mert mégis úgy látom, hogy e véres csomó lesz az utolsó, amit a magát felszabadító ember szétvág. Minden mondata szabad, csak a sorsa olyan, mint a szikomorfa, melynek léggyökerei idegenben őtt, hontalan lombot táplálnak. Tehát odaenged olyan rejtett szívügyekhez is, mint az anyanyelv, a magyar nemzeti közérzület, a szülőföld és a hazaszeretet. Miközben abba az elvont tartományba vezet, ahol a világ mindenség egészére látni, úgy kísérletezik, vizsgál, szétszedve az egészet, hogy végül szintézis teremt egy izgató, totális költészetben.